beruházás gesztelyben. Idejében érdemes felkészülni a télre. Ünnepáró adventi koncert Legyesbényén. Köszöntöm a Globa Televízió nézőit advent harmadik vasárnapján. Zöld Janikó Noémi vagyok. Sajtótájékoztatót tartottak az ivóvíz beruházással kapcsolatban Gesztely és Újharangot között a régi 37-esnek nevezett úton november 30-án. A projektnek 2023. novemberében kell befejeződnie, a munkálatokat már elkezdték. A rendezvényen Simon István, a település polgármestere kiemelte, hogy az elmúlt években Gesztelyben nagyon sok beruházás valósulhatott meg, és a továbbiakban is folyamatosan megújul a település. Egy várva várt projekt is készülőben van, amely az Újharangodi távvezetékrendszer kiépítése. Ennek köszönhetően a lakosság már nem lajtos kocsik segítségével jut egészséges ivóvízhez, hanem a gerincvezeték megépülése után közvetlenül a szolgáltató tudja biztosítani sokkal jobb körülmények között az ember a vizet. A polgármester hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon fontos esemény, mert régóta várnak erre, és köszönetét fejezte ki dr. Kon Zsófia országgyűlési képviselőnek és Lőrinc Ákos vezérigazgatónak a kitartó munkáért, és hogy az ígéretből valóban megvalósulhat ez a projekt. Gesztely végpontjától több mint 7 km hosszban a gerincvezeték eljut a régi 37-esnek nevezett út mellett Újharangodig. Az ott élők nagyon várják, hogy megvalósuljon a projekt, hiszen ezáltal a 21. században elvárt módon fogják élvezni a beruházás előnyeit. Újharangodon egy helyi vízbázisról működött a vízellátása a lakosságnak. Ez sajnos egy pár évvel ezelőtt kapott egy homok eltömődést, és ezért ugye feladatát nem tudta ellátni. A szolgáltató, az IRV minden nap lajtos kocsival viszi ki mind a mai napig az ivóvizet, ezt juttatják fel a glóbuszba. Ez azt jelenti, hogy naponta ilyen 15 köbméter, 20 köbméter vízmennyiség található a 25 köbméteres glóbuszban. A hét minden napján szállítják a vizet, tehát két forduló van, ami azt jelenti, hogy tehát óriási teher egyrészt a szolgáltató számára is ez, és az önkormányzat számára is ugye anyagi tekintetben. Most úgy néz ki, hogy ennek a nyertes pályázatnak köszönhetően egy távvezetéken megépül Gesztely végpontjától Újharangodig a fővezeték, és ezáltal tehát a szolgáltató sokkal jobb körülmények között, biztonságosabban, és az egészségügyi előírásoknak is sokkal jobban tudja szem előtt tartani, fogja eljuttatni a lakossághoz az ivóvizet. Már régóta várja a lakosság azt, hogy ez a probléma valamilyen úton, módon orvosolva legyen. Én meg szeretném köszönni most itt is képviselőasszonynak és vezérigazgatónak azt a kitartó munkáját, aminek köszönhetően tehát ez a beruházás majd a napokban elkezdődik, és ugye remélhetőleg a jövő évben megvalósul. Nagyon sok pályázatot nyertünk az elmúlt években. Most is zajló pályázataink vannak. Most épül a bölcsödénk, az új bölcsödénk, ami szintén egy jelentősebb támogatásból valósul meg. Ezen kívül a Magyar Falu programnak is köszönhető az, hogy útjaink újultak meg, új utak épültek. Ezen kívül el kell, hogy mondjam azt, hogy Újharangodon egy 100 négyzetméteres, a kor követelményének megfelelő, tehát elvárásainak megfelelő új orvosi rendelő, házi orvosi rendelő épület épült meg. Ezen kívül Újharangodon megvalósult, és Gesztelyben is a csapadékvíz rekonstrukciója. Az óvodák udvari játékokat kaptak. Ezen kívül, ami még nagyobb beruházásnak számítana Újharangod település részen, az óvoda energetikai felújítása. Gyújtottunk már egy pályázatot, egyelőre tartalék listán vagyunk. Lőrinc Ákos, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT, ERV ZRT vezérigazgatója. Fontosnak vélte kiemelni, hogy Észak-Magyarországon több helyen találhatunk olyan települést, ahol probléma van a vízellátással, vagy a vízminősége nem megfelelő, vagy a kapacitás nem elég az ott élők kiszolgálásához. Az ERV ZRT hosszú távon szeretné megoldani ezeket a problémákat lehetőségeikhez mérten.
úgy vélte, a jelen problémákra most kell megtalálni a megoldást, hogy biztosítani tudják a jövő generációjának az ellátását. A vízi közműszolgáltatás egy alapellátás, amelyet majdnem mindenki igénybe vesz. A megfelelő ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetés a társadalmi jólét és a gazdasági fejlődés egyik alapja. Most egy olyan szakaszban tartunk, amikor már a legfontosabban túl vagyunk, azaz megterveztük a beruházást, az engedélyeket megkaptuk hozzá, és a legfontosabb, hogy a támogatási szerződés keretében a Európai Uniós támogatásból, illetve a magyar kormány által biztosított forrásból meg tud épülni a távvezeték. És most ott tartunk, hogy ezek a források már rendelkezésre állnak, és maga a kivitelezési munka el tudott kezdődni. A szerződés szerint a jövő év végére, aztán meglátjuk, hogy a kivitelező milyen ütemben tud haladni. Gyakorlatilag egy regionális rendszerhez hozzákapcsolunk egy település részt egy új távvezetékkel, ami közel 7,5 km hosszú, és azt a regionális hálózatot bővítjük ezzel, ami már régóta itt a csúcsvízművünk mellett található, és több településnek az ellátását biztosítja, és most gyakorlatilag a Újharangot település rész hozzá fog kapcsolódni ehhez a regionális hálózathoz. A településeken, tehát az Érvízért 3 megyében szolgáltat, és több mint 300 településen szolgáltatunk. Sajnos elég sok olyan település van, főleg kisebb települések, ahol a helyi vízbázisnak a minősége vagy nem megfelelő, vagy pedig nem megfelelő kapacitású, és gyakorlatilag ezeknek a településeknek a vízellátás megoldásához szükséges a regionális hálózatokba való bekapcsolás. Most több ilyen projektünk is folyamatban van. Ennek a pályázatnak a keretében is az elnyert forrás ugye 14 milliárd forint, és gyakorlatilag ennek keretében itt a borsodi régióban is 7-8 település van, amely érintett lesz a projekttel, illetve egészen a mátrai térségig fogjuk vinni a vizet, illetve épül egy nagy 22 kilométeres távvezeték is. Dr. Kon Zsófia, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy a víz a nemzeti kincsünk, ezért is tartotta kiemelten fontosnak Gesztely település polgármesterének megkeresését, mikor az újharangodiak számára is szerette volna biztosítani az ivóvízellátást. 2 év alatt sikerült elérniük azt, hogy ez a projekt megvalósulhasson. Fontosnak vélte képviselő asszony kiemelni, hogy ez a beruházás hihetetlenül fontos, hogy tényleg a regionális vízi közműszolgáltatásba bekapcsolódjon Újharangod, illetve a jövőben biztonságos, tiszta ivóvizet tudjanak biztosítani. Igazából 2 évvel ezelőtt megkeresett polgármester úr azzal kapcsolatban, hogy Újharangod tekintetében még van egy nagyon-nagyon fontos beruházás, amit meg kellene valósítani. Ez azt jelenti, hogy a regionális vízi közműhálózathoz kellene csatlakoztatni a települést, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog. Nyilván a víz az a nemzeti kincsünk, meg hát maga az élet, és az, hogy biztonságosan egészséges ivóvíz kerüljön egy településre, az egy tényleg nagyon fontos kérdés. Úgyhogy igazából polgármester úrral közösen elmentünk akkor az ERV-be, és hát ott végigbeszéltük ennek a projektnek a menetét, és hát gyakorlatilag 2 éven keresztül ezt próbáltuk előre mozdítani. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez most elindult, és tényleg már 2 héttel vagy néhány héttel ezelőtt gyakorlatilag elindult a beruházás, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet Újharangod számára, és abba bízom, hogy hát jövőre gyakorlatilag ez a projekt ezzel is készül. A munkálatokat már elkezdték a településen, és reményeik szerint 2023. novemberében már az átadás is megtörténhet. A közlekedésben szükségszerű őszi, téli átállás jegyében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottság partnereivel együttműködve november 18-án ellenőrizte a gépjárművek műszaki állapotát. Októberben az őszi óraátállítással 1 órával rövidebbek lettek a nappalok. Emiatt hamarabb kezd el sötétedni. Ez a változás a közlekedésre is nagy hatással van, hiszen megváltoztak a fény- és útviszonyok. Az Arnóti körforgalom kamionos pihenőjében a rendőrök elsősorban az autók műszaki állapotának ellenőrzésén túl a téli közlekedés veszélyeire és az arra való felkészülésre hívták fel az autósok figyelmét, akik közreműködő partnereik jóvoltából egy nyereményjátékban is részt vehettek.
A rendőrség látni és látszani kampánya is erre hívja fel a figyelmet, hogy elővigyázatosabban kell közlekednünk, és az autónkat is fel kell készíteni erre az időszakra. Ez a kampány október közepétől egészen decemberig tart. Szeretnék felhívni a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy nekik kell az autójukat megfelelően felkészíteni ezekre a változásokra. A gépjárművezetők úgy gondolom, hogy minden meg kell tegyenek annak érdekében, hogy az autójuk alkalmas legyen a téli közlekedésre. Itt elkezdve annak, hogy a gumiabroncsukat megnézik, milyen állapotban van-e. Mi javasoljuk mindenféleképpen a kereszt nem írja el, de mi javasoljuk a téli gumiabroncs használatát, hiszen más a tapadási felület az utas, az mint a nyári gumiabroncsnak. De úgy gondolom, a folyadékoktól elkezdve, a hőfoktól elkezdve minden meg kell vizsgálniuk. A mai napnak van azért egy pozitív élménye is, hiszen a ma megvizsgált, regisztrált gépjárműveket sorsoláson vesznek részt a gépjárművezetők, és számos ajándékkal fogunk tudni kecsegtetni a mai nap folyamán. Mi azt látjuk, hogy teljesen anyagi függő, tehát hogyha egy jól szituált emberről beszélünk, általában fel van készítve a gépjárműve, sajnos azoknál az esetekben tapasztalom problémákat, ahol anyagi gondok vannak, és nem tudnak megfelelő összeget ráfordítani a gépjárművükre, de ezt elmondhatjuk, hogy kevés százaléka a közötti közlekedésben részvevő gépjármű vezetőknek. Minden esetben a rossz gumiabroncsok gyakorlatilag növelik a féktávolságot, illetve a felület hiszen nem tapad. A másik az, hogy a nyári guminak a szerkezete teljesen átalakul a téli időszakban, tehát nem tapad olyan formán. Ilyetek ezen nő a féktávolság és nő a baleseteknek a száma. A rossz világítás és a láthatóságot csökkenti, tehát mindenféleképpen ezek a gépek, amik rossz műszaki állapotban vannak, növelik a balesetek számát. A látni és látszani kampányunk most is folyamatban van, december 4-ig tart, és ennek a központi eleme az, hogy láttassuk magunkat, tehát az, hogy a gyalogosok, a kerékpárosok megfelelő láthatósági eszközökkel legyenek ellátva, vagy a gyalogosok esetében világos öltözetről beszélünk. A másik pedig az, hogy jól lássunk, tehát a gépjárműnek a világítása, illetve amennyiben gépjárművezető szemüveges és szemüveget kell viselnie, kérjük őket, hogy tegyék meg, hiszen ez javítja az a látásukat, és hamarabb észre fogja tudni venni a többi közlekedőt. Fontos, hogy a közlekedés során egymást segítsük, hiszen ez biztosítja azt, hogy mindenki hazaérjen. A járművezetők mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezessék járműveiket. Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, tekintettel az esetleges ködös, esős időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki. A mai napon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei balesetmegelőzési bizottsággal közösen egy gumiabroncsokhoz kapcsolódó közlekedésbiztonsági kampányt folytatunk le. Délelőtt itt vagyunk az Arnóti körforgalomnál, délután pedig a Miskolcon Kisernyő utcában. Szeretnénk felhívni ezzel a figyelmet az autósoknak, a gumiabroncsoknak az állapotára, a gumiabroncsok fontosságára a biztonságos közlekedésben. Készítettünk külön ehhez egy applikációt a weboldalunkon, és gyakorlatilag az abroncsoknak a típusát rögzítjük, a profilmélységét rögzítjük. Ezután az autósok megadva a rendszámukat megkapják e-mailben magát az állapotfelmérésnek az eredményét, illetve az abroncsnak az adatait. Először is javasoljuk mindenféleképpen, hogy az évszaknak megfelelő gumiabroncsokat használják. Ugye a mai reggel is azért eléggé hűvös, ködös, kicsit csepergős eső van. Ilyenkor már a téli abroncsok használata mindenféleképpen javasolt. Emellett érdemes azért az abroncsok állapotát szemrevételezéssel ellenőrizni, hogy nincsenek rajta szemmel látható sérülések, illetve azért havonta egyszer javasolni szoktuk a gumiabroncsok nyomásának az ellenőrzését. Tudjuk, hogy nagyon már mondhatjuk azt, hogy elcsépelté vált ez a 7 fokos, 7 Celsius fokos külső hőmérséklet, hogy abban az időszakban már érdemes lecserélni az abroncsokat, de ez így is van. Ugye a téli abroncsoknak a keveréke jóval lágyabb, mintázata másabb, lamellázottabb, kifejezetten a téli körülményekre van kialakítva, míg a nyári abroncsoki ugye az egy kicsit keményebb keverék, azért 7 fok alatt meglehetősen ridegé válik, és ugye maga a mintázat kialakítása is inkább nyári körülményekhez van alakítva. Négy évszakos abroncsok gyakorlatilag egy köztes megoldást jelentenek. Azt szoktuk mondani, hogy azoknak, akik képesek kompromisszumot kötni, illetve akik éves szinten nem használják az autót 8-10 km-nél többet, nem hegyvidékes területen laknak,
Ott esetleg érdemes elgondolkodni a négy évszakos abroncs használatánál, de mi inkább szakmailag javasoljuk a nyári és a téli gumiabroncsok használatát. Minden megállított autós kap egy kis ajándékot a támogatóink hozzájárulásával, illetve a nap végén a megállított gépkocsik rendszámából közjegyző jelenlétében kisorsolunk 5 különböző nagyobb értékű ajándékot az Autókarma miskolci telephelyén. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a Baleset Megelőzési Bizottság partnereivel együttműködve hívta fel a figyelmet az őszi téli átállásra. Remélik, hogy már mindenki megfelelően felkészült a térre. Sajtótájékoztató keretében ismertették december 1-én Szerencsén az egykori cukorgyár területén megvalósított beruházásokat, amelyek ipari fejlesztéseket szolgálnak. A rendezvény során a résztvevőknek lehetőségük nyílt a terület bejárására is. Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere kiemelte, hogy ezen a területen működött a méltán híres cukorgyár, aminek lebontása után immár új funkciót fog betölteni. A projekt egyik eleme volt egy 2400 négyzetméteres csarnok építése, kamionparkoló kialakítása, az úthálózat kialakítása, valamint az egykori kazánház épületének a felújítása. A Nestlé külön csarnok építésébe kezdett az önkormányzattal megvásárolt területen, ami a cég további fejlődését mutatja. Halász Tamás bemutatta az épülő cukrászdát és látványmanufaktúrát. Az építkezés folyamatos, a létesítmény funkcióit tekintve bisztró, cukrászda és sütőtér is helyet kapott, plusz szolgáltatásként drive ablak is része lesz az épület komplexumnak. Parkolókat és elektromos autók töltöttségét szolgáló állomásokat is létesítenek. Üvegfalon keresztül a cukrászati termékek készítését is láthatják a vendégek, hangsúlyozta Halász Tamás. Nyíri Tibor megjegyezte, hogy a cukorgyár volt irodaházának felújítását is tervezik, és a szakképzés szolgálatába szeretnék állítani az épületet, ami szorosan kapcsolódik az édességgyártáshoz. A város polgármestere kiemelte, hogy a néhai konferenciálma valósulhat meg ezzel a beruházással, hiszen szerette volna, hogy ez a terület újjáé legyen. Hát én úgy gondolom, mivel ez a volt cukorgyár területén van mindent, mert nem hinném, hogy van olyan szerencsi, legyen az a legfiatalabb, aki még ezt észre fel tudja fogni, vagy a legidősebb, akinek a volt cukorgyár és annak a területe nem a szíve közepébe lenne. Gyakorlatilag itt ennek a területnek a újraéledését, a Hanvaiból való feléledést látjuk, hogy hogyan tovább, amit azt hiszem, hogy igen hosszú éveken keresztül kell dolgozni, és kell még dolgozni, hogy bár a cukorgyárat 8 hónap alatt felépítették, de az senki nem mondja, hogy az oda vezető folyamat, hogy keresték a helyét, az egy hosszabb folyamat volt. És gyakorlatilag ezzel egy fontos állomás történt, hogy a infrastruktúrában tudjuk azt mondani, hogy jöjjenek ide vállalkozások, települjenek ide, és ha nem is cukorgyártás, de valami hasonló történjen ezen a területen. Ugye amikor jó néhány évvel ezelőtt közösen nyilván az akkori képviselő úrnak meg kell köszönni, mint hogy itt is megköszöntük Koncz Ferencnek, nyilván mindaz, aki dolgozott utána a kedves leánya, és mindannyian a szakképzési központ, a Nestlé Hungária, Szerencsváros, a Bonbon Kft. És a Halász Kft. Is Halász Tamás személyében úgy gondolta, hogy közösen kell tenni. Menet közben érkezett egy pályázat, amiben a volt irodaházat meg tudtuk vásárolni, így mint minden itt is kettős cél fogunk elérni. Egyrészt nem pusztul tovább a terület, hanem tovább épül, másrészt hasznos funkciót igyekszünk adni neki. Arra elnyert pályázat van, ami remélhetőleg, ha jövő ilyenkor itt állunk, és ott állunk a területnek azon a végén, akkor már az az épület is megújult. Mi ebbe hiszünk, és azért dolgozunk reggeltől estig, hogy az megvalósuljon, mint ahogy ebbe is rendkívül sok munka van a imént említett személyeknek is, és nekünk is, munkatársainknak is, kivitelezőknek is.
Noszek Péter, a Nestlé Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója ismertette, hogy területet vásároltak, ahol fejleszteni szeretnék a gyárat. Az egyik legfontosabb céljuk, hogy 2050-re a Nestlé karbonsemleges legyen. Terveik között szerepel egy napelempark építése, illetve reményét fejezte ki afelé, hogy egyszer hozzá tudnak csatlakozni a vasúthoz, és azon keresztül valósulna meg a szállítás. Fontosnak vélte megemlíteni, hogy jövőre lesz 100 éves a gyár. Reményeik szerint tavasz körül a kamionok már az ipari park területén fognak várakozni. Több beruházás is zajlik, folyamatosan javítjuk és változtatjuk a technológiát, leginkább azért, mert szeretnénk a karbonsemlegesség felé lépéseket tenni. Másrészt pedig vásároltunk területeket a gyár mellett, egyrészt azért, mert szeretnénk ott is fenntarthatósági beruházásokat tenni, illetve a kamionforgalmat is szeretnénk egy kicsit a város javára elmozdítani, hogy ne a városban járjanak a kamionok, hanem ami jön a gyárba, akár az alapcsomagolóanyagokkal, akár pedig a késztermékekkel ki a gyárból, ezeket egy kicsit olyan területre irányítani, ami nem zavarja a városlakókat. Az egyik projektünk, amin dolgozunk, az egy napelemparknak a létesítése. Ezt egyébként a svájci központunkkal is jelenleg egyeztetjük, illetve szeretnénk a kormánnyal is ezzel kapcsolatban valamilyen módon közösen dolgozni. Másrészt pedig, ami a kamion parkolót illeti, hát ennek igazából a mi igényeink szerint már el kellett volna készülnie, én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban ez is befejeződik. Kun András, a Nestlé Szerencs gyárának képviseletében elmondta, hogy úthálózatot is kialakítanak, ami kapcsolódik az ipari parkhoz is, várhatóan jövő év április végén elkészülnek a munkákkal. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. Alapító igazgatója kiemelte, hogy a feladatuk, hogy erősíteniük kell Zemplént és Szerencset. Ismertette a cég történetét és kiemelte, hogy a Bonbon Kft. Próbálta megmenteni a szerencsi csokoládégyártást. Háláját fejezte ki a Nestlének, hogy partnerek voltak és segítették a cégük működését. Kon Zsófia miniszter helyettes országgyűlési képviselő elmondta, hogy ez a projekt a városnak a hosszú távú terveit vetíti előre. Kiemelte, hogy édesapja álma volt, hogy a terület tovább fejlődjön, és ő személy szerint a terveit szeretné folytatni és befejezni. Koncz Ferenc hitt abba, hogy ha jön egy befektető, akkor majd érkezik a többi is. Koncz Zsófia fontosnak nevezte a munkahelyek kialakítását és az oktatás bővítését. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Igazából még édesapámnak volt fontos terve az, hogy ez a beruházás megvalósuljon egyszer. És ez több szempontból is azt gondolom, hogy egyrészt különleges terület a szerencsiek életében, és egy fontos üzenet lehet a jövőben, hogy ez az ipari terület, ez a jövőben majd még több fejlesztésen, illetve hát a reményeink szerint ide települő cégeknek adhat majd otthont. Ugye itt alapvetően az volt az elképzelés, hogyha ezt ilyen a nagy képet próbáljuk megnézni, hogy Szerencsen tényleg legyen egyrészt jó infrastruktúra. Most ezen folyamatosan dolgozunk. Ugye ezt szolgálja a 37-es útnak a 2x2 sávosebb bővítése. Igazából ez is egy olyan dolog, amiért édesapám nagyon-nagyon sokat küzdött. Ehhez kapcsolódott ez az ipari terület is. Úgy gondolta mindig, hogy ha majd jön egy beruházás, akkor majd jön a többi is. És ezért gondolom azt, hogy fontos, hogy egy ilyen nagy volumenű ipari park fejlesztés megvalósult, illetve hát van még része, ami folyamatban van. És a másik, vagyis a harmadik dolog, ami nagyon fontos ilyenkor, az oktatás szakképzés kérdése. Alapvetően az is egy fontos terv volt, hogy megfelelő legyen a szakképzés. Nagyon fontos üzenet szerintem az egész térségen belül, hogy a Szerencsi Szakképzési Centrum, nyilván a nevéből is adódik, hogy Szerencsen van, és gyakorlatilag a szakképzés átalakításával, ami 2 éve történt, egy teljesen új lehetőséget kapott a szakképzés, és a duális képzéssel a vállalatokkal egy nagyon-nagyon szoros együttműködést alakítanak ki. Szóval az a helyzet, hogy
az infrastruktúra, a munkahelyteremtés, a szakképzés, az oktatás úgy általában mind-mind hozzájárul ahhoz, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben még inkább hozzá fog járulni ahhoz, hogy a szerencsieknek, meg az itt élőknek ez egy nagyon fontos és jelentős beruházás legyen, itt ez a sok minden egymásra épüljön majd a jövőben. A jelenlévők a bejárás végén fotókat tekinthettek meg a cukorgyár területéről, amelyek a múltat elevenítették fel, és a jelenlegi állapotokat mutatták be. A résztvevőknek forró teával, kávéval és süteménnyel kedveskedett Szerencsváros önkormányzata. Biztonság, egészség értékek mentén ismét összefogott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, amely programja keretén belül a BÜG bevetési alegysége tartott bemutatót november 25-én. A BÜG bevetési alegysége tartott bemutatót a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi kórházban. Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház főigazgatója kiemelte, hogy a tartósan beteg gyermekeket ezek az előadások energiával töltik fel, amely elengedhetetlen a gyógyulás útján. A BÜG bevetési alegység a Támogatók Társasága díjat kapta meg a kórháztól. Ezek a gyerekek, akik részt vesznek ezen a mai programon, olyan gyerekek, akik a gyerekrehabilitációs intézményünkben fekszenek bent, vagy pedig napi szinten járnak ide be. Nyilvánvalóan az életükben az otthonról való távollét miatt van egyfajta monotonitás, hiszen a napirend nagyjából ugyanaz. Ezek a rendezvények arra kiválóan alkalmasak, hogy ezt a fajta monotonitást megtörjék. Én azt gondolom, hogy ez a közvetlen haszna. A másik dolog, amiért én örülök ennek a rendezvénynek, az az, hogy nyilván, ugye ezt tudjuk, hogy rendőrök azok, akik ezt a rendezvényt most tartják, és én azt gondolom, hogy rendőröknek a megjelenésében, az egész habitusában, a fellépésében van egy határozottság, ami az embereket egy távolságtartásra készteti, de azt gondolom, hogy itt egy másik oldalukat ismerik meg, amikor egy sokkal emberközelibbek, sokkal lágyabbak, hogyha úgy tetszik. És szerintem, hogyha ezek a találkozók rendszeresek, ez eredményezheti azt is, hogy felnőtt állampolgárként jobb lesz az együttműködésük, illetve talán a hatóságok iránti bizalmuk is növekszik. Az első programnak az alkalmával a rendőrséggel abba állapodtunk meg, hogy ezt megpróbáljuk rendszeressé tenni, illetve hogy a kórház is valamilyen formában próbálja a rendőrségnek a munkáját segíteni. Ennek a részletéről ebben most még hadd ne foglaljak állást, tehát nem mondjam el, mert nyilván itt az ötlet meg a keretek már kialakultak, de ugye most másodszor vannak itt, és jönnek hozzánk legközelebb megint december 2-án, akkor pedig két kutyust is hoznak a gyerekekhez. Hát azt hiszem, hogyha bemennek a terembe és látják azt, hogy a gyerekek jelen pillanatban éppen tombolnak, kis túlzással élve, akkor látható, hogy teljesen pozitív a visszajelzés. A kisbetegeknek meglepetéssel készültek a rendőrség munkatársai. Horváth Rihárd a Tappancs hangok zenekarával adott elő három dalt, a Piros a stílus, Nádaházam teteje és a Kék a vérem. A gyermekek hatalmas boldogsággal figyelték a műsort. Ezt követően a BÜG bevetési alegység bemutatója következett, ahol a gyermekek megismerkedhettek a fegyverekkel és az egyéb rendvédelmi eszközökkel. Mondhatnám ezt, hogy ez az elfogadó parancs 3, hiszen korábban lassan egy hónapja voltunk már itt a kórházban a kis pácienseknél, akkor a sajtkommandó 1 elfogadó parancs 2 program keretében. Ez a műsor annyira jól sikerült, és olyan nagy hatást tettek ránk a gyerekek, illetve mi a gyerekekre, hogy most a kórház hívott meg minket egy olyan jellegű programra, amikor bővebben, kicsit oldottabb formában tudjuk megmutatni a kommandósok munkáját, és egy meglepetéssel is készültünk, hiszen Horváth Rihárd rendőr százados, a Miskolci rendőrkapitányság munkatársa, régóta zenél, és vannak gyerek programja is, úgyhogy 3 számot fog elénekelni zenésztársával a gyerekeknek, a Piros a stílus nagy sikerűs lágerszámát, illetve a Nádaháza tetejét, és egy rendőröknek írt dallamot is előad a gyerekeknek. Úgy tudjuk, hogy a tartós betegellátást igénylő kispáciensek élete kissé monoton, és egy-egy ilyen program 2 hétig feltölti őket munícióval, energiával, és elárulok egy titkot, nem csak nekik teszünk jót, hanem nekünk is jó egy-egy ilyen találkozó. Tehát a rendőrök is úgy érzik, hogy feltöltődnek egy-egy ilyen program során. A rendőrség ismét maradandó élményt adott a kisbetegek számára a közös összefogás során.
Ünnepváró adventi részfúvós koncertre invitálták a zenekedvelőket és az érdeklődőket december 3-án Legyesbényén a római katolikus templomba. A koncert kezdetén Lengyel Nébó Zita, Legyesbénye polgármestere köszöntötte a közönséget, majd megjegyezte, hogy a lehetőségeikhez mérten igyekeznek a településen élőknek kulturális programokat szervezni, amelyet szeretettel tesznek. Az adventi időszak ilyenkor mindig a készülődésről szól, de a településen ebben az időszakban van a leginkább igény a programokra, rendezvényekre. A polgármester úgy véli, év végére elfáradnak, és ilyenkor jó kicsit megállni, megpihenni, kikapcsolódni és együtt lenni. Lengyel Nébó Zita felhívta a résztvevők figyelmét a községi karácsonyi ünnepségre, amely december 16-án 17 órától tartanak, és 20-án pedig ismételten jótékonysági koncerttel készülnek, ahol László Attila fog fellépni a római katolikus templomban. A település polgármestere köszönetét fejezte ki az egyház felé, hiszen jó kapcsolatot ápol Legyesbénye község önkormányzatával, és aktívan részt vesznek a település életében. A Glory Art Brass együttesnek vallási kötődése is van. Adventi koncerttel készültek a résztvevőknek. A zenekar 2011-ben alakult, és tagjai a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeiből tevődik össze. Ketten trombiten, ketten pedig harsonynál játszanak. A zenei repertoárukban megtalálható reneszánsz, barokk, klasszikus és 20. századi művek. A működésük célja, hogy minél több ember megismerhesse a zene történetét. A zenekar műsorukkal kápráztatta el a közönséget. Az ünnepi műsort örömmel hallgatta a résztvevő közönség, rengetegen látogattak el Legyesbényén erre a programra, hogy hallhassák az ünnepváró adventi részfúvós koncertet. Adventi gyertyagyújtáshoz készülődtek december 4-én a Bekecsi Polgármesteri Hivatal előtti téren. Az esemény kezdetén a 2. Rákóczi Ferenc Informatika és Matematika Tagozatos Általános Iskola és a Lorkóház napközi otthonos óvoda gyermekei a pedagógusok segítségével meggyújtották advent 2. gyertyáját. A település polgármestere dr. Bodnár László kiemelte, hogy ebben az időszakban gondoljunk a kapcsolatainkra, amely háromágú. Egyik az Istennel való, a másik embertársainkkal, barátainkkal, a harmadik pedig önmagunkkal. Van még időnk ezen a három kapcsolaton, gondolkodjanak el a résztvevők, és ha szükséges, javítsanak rajta, kérte a polgármester a jelenlévőktől. A karácsony, az adventi várakozás a Jóistenre, a megváltó születésére irányul. Fontos, hogy a körülöttünk lévő kapcsolatainkon is elgondolkodjunk, családdal, barátokkal, munkatársakkal kapcsolatban. Önmagunkkal kapcsolatban legyünk. Szálljunk időt arra, hogy tudjunk dolgozni, nevetni, pihenni és gondolkodni. Ez nem kis kihívás ebben a forgatagban, mikor igyekszünk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani a családunk számára is. De ez értékes befektetésnek fog bizonyulni, hangsúlyozta dr. Bodnár László. A Lurkóház napközi otthonos óvoda gyermekei a pedagógusok segítségével műsorral készültek a jelenlévők számára. Csak mit tennél, a jászolhoz, ugye el?
Ezt követően Estrók István református lelkipásztor osztotta meg ünnepi gondolatait. Nagy dolognak vélte, hogy ebben az időszakban a családjainkkal, szeretteinkkel lehetünk békességben. A lelkész kiemelte, hogy a második gyertya a reményt jelképezi. Estrók István azt kívánta a jelenlévőknek, hogy legyenek készek találkozni az Istennel, legyünk készek ebben az adventben arra, hogy meglátogat bennünket, és ha van szívfájdalmunk, keserűségünk, akkor bátran odavihetjük Isten elé. Rengeteg nehézséggel kell szembenézni, és nehéz időket élünk. De van hova hazamenni, van világítás, van fűtés. A keresztények ezer éve úgy ünnepelnek, hogy odafigyelnek a szeretteikre, családtagjaikra, egymásra. És ha van Istennek tetsző szolgálat, akkor pont ez az, hangsúlyozta a református lelkipásztor. Az esemény zárásakor dr. Bodnár László emlékeztette a jelenlévőket, hogy minden vasárnap szeretettel várják őket a további adventi gyertyagyújtásokra. Jövő héten pedig adventi vásárral is készülnek, az első fellépő Pál Dénes lesz. Különböző portékákkal készülnek az eladók, és Bekecskösség önkormányzata egy kisebb vendéglátással is készül a látogatóknak. Adventi gyertyagyújtáshoz készülődtek Bodrog keresztúron december 4-én. Zöldi Bernadett köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a testvértelepülésről Maros keresztúrból is érkeztek vendégek. Hangsúlyozta, hogy a második adventi gyertyagyújtásra gyűltek össze, amely a reményt jelképezi. A résztvevők megtekinthették a tűzsonglőrök látványos műsorát. Bodrog keresztúri nyitni kék óvoda és bölcsöde gyermekei előadással készültek a jelenlévők számára. Település polgármestere Rozgonyi István kiemelte, hogy számára a legfontosabb hónap a december. Múlt héten hittek, most pedig ezen a vasárnap reménykednek. Ez a kettő összeadódik. Véleménye szerint a remény még nagyobb ajándék Istentől, mint a hit. Mert van, aki hisz Istenben, és van, aki nem. A remény pedig mindenki megkapta az Istentől. Születésünk pillanatában elkezdtünk reménykedni. Reménykedik az édesanya, hogy egészséges lesz a gyermeke. Reménykedik az óvodás, hogy jól sikerüljön az előadása. Reménykedünk egész életünkben, és abban is, hogy egy szebb, békés és jobb világban élhetünk, hangsúlyozta a település vezetője. Maros keresztúr polgármestere Kovács Edit ünnepi gondolataiban kifejtette, hogy alig 2 hónap telt el, hogy legutóbb itt járt, és természetesen reménykedett benne, hogy sokszor visszatérhet még Bodrog keresztúrba. A reménység gyertya meggyújtása alkalmával Kovács Edit abba bízik, hogy a testvér kapcsolat a továbbiakban újabb emberi kapcsolatokkal gazdagodik, újabb közösségi élményekkel. Azt kívánt a Maros keresztúr polgármestere, hogy az adventi időszakban mindenki megtalálja a lelki békéjét, a hit, a remény, a szeretet és az öröm ne csak ezt az időszakot jellemezze, hanem mindennapjaink része legyen. A két polgármester közösen meggyújtotta Bodrog keresztúron a remény gyertyáját. A gyerekekhez pedig ellátogatott a Mikulás 2 krampuszával, akik ajándékkal készültek a kicsiknek. A résztvevőknek süteménnyel kedveskedtek a Bodrog keresztúr jövőjéért egyesület tagjai. Ellátogatott a Mikulás Bekecsre a 2. Rákóczi Ferenc informatika és matematika tagozatos általános iskolába, ahol a Lurkóház napközi otthonos óvoda gyermekei és az iskola diákjai közösen várták őt december 6-án. Az általános iskolás tanulók dallal várták a jótevőt.
gyermekek megismerkedhettek a Mikulással, a manókkal és a rénszarvasokkal. Megtudhatták, a Mikulás hogyan készül számukra ajándékokkal. A neki címzett leveleket is felolvasta, és értékelte a jó cselekedeteket. Minden évben december 6-án ünnepeljük Szent Miklós napját. A legenda szerint Szent Miklós segített egy szegény emberen, akinek 3 lánya volt, és a megfelelő hozomány nélkül hajadon sors várt volna rájuk. Titokban ezért az éjleple alatt pénzt csempészett be a családi házba. A szentről az is köztudott volt, hogy szeretett jótékonykodni, és a segíteni a nehezebb sorsú embertársain. A mai gyermekek úgy tudják, hogy a Mikulás lapföldön él, rénszarvasaival, és egy éjszaka alatt a világ összes gyermekének visz ajándékot. Az évek során rengetegen írtak és írnak levelet a jótevőnek, melyben kérik azokat az ajándékokat, amelyeket szeretnének tőle megkapni. A kicsik évről évre tiszta cipővel várják a Mikulást, aki a lábbelieikbe rejti a meglepetéseket. A rossz gyermekeknek természetesen virgácsot is ad. Hagyomány még az is, hogy a gyermekek az ablakaikba teszik ki a kapott édességeket. A műsor során a gyermekek versekkel is készültek a piros ruhásnak. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki elveszte a műsort, és részt vett a közös éneklésben. A Mikulás ajándékokkal is kedveskedett a gyermekeknek. Az Észak-Kelet-Magyarországi regionális junior kosárlabda bajnokságában december 5-én az Egri Kék Oroszlánok csapatát látták vendégül szerencsen a Kulcsár Anita városi sportcsarnokban. Az Egri csapat ellen nehéz volt játszani, fizikálisan némiképp a szerencsi csapat felett álltak. A hazai csapat mégsem fogadta el ezt. Harcosan küzdöttek, amely egy hullámzó mérkőzést eredményezett. A meccs szoros volt, pár ponttal vagy az egri fiúk vezettek, vagy a hazaiak. Így nagyon küzdelmes végjáték alakult ki az utolsó percekre. A hazai csapatnak sikeresen összejöttek a 3 pontos dobásai az ellenfél behúzódó védekezése miatt. Az izgalmas végjátékban a szoros védekezésnek és egy sikeres támadásnak köszönhetően 1 ponttal vezetett a szerencsi csapat, amelyet a mérkőzés utolsó pillanataiban is meg tudtak tartani. Egy nehéz és küzdelmes meccset láthattak a nézők, de a Szerencsváros Sport Egyesületének kosarasai kerültek ki győztesen. Andrész Tamás edző büszke a játékosaira, és úgy véli, ezért a sikerért rettenetesen megdolgoztak, és gratulált győzelmükhöz. A végeredmény 79-78 lett a szerencsi fiúk javára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn jobbára erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Átmeneti vékonyadások, szakadozások inkább csak hazánk déli felén lehetnek. Észak-kelet felé kivonul az összefüggő csapadékzóna, majd csak helyenként fordulhat elő hózápor. Sokfelé megerősödik az északnyugati, nyugati szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is várhatóak. Hajnalban -9, +1 fok között a havas, szélvédett tájakon lesz hidegebb. Kora délután -3, +3 fokot olvashatnak le a hőmérőkről. Másnap változóan, majd többnyire gyengén felhős időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugati, délnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, időnként erős széllökések. Hajnalban -11, -2 fokot mérhetnek, az esetleges hóval fedett, szélárnyékos helyeken lesz hidegebb. Kora délután -4, +3 fok várható. Szerdán több, kevesebb napsütésre is számítani lehet, majd egyre több felé beborulhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délkeleti szél. Hajnalban -14, -3 fok. A havas szélvédett tájakon lesz hidegebb. Kora délután -3, +4 fokot mérhetnek. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globa Televízió heti közéleti műsorát a Globa magazint látták. Új adással legközelebb, december 18-án várjuk Önöket. Címünk
3900 Szerencs, Rákóczi út 43, telefonszámunk 47-es körzet, 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globatv.hu, elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon, a globatv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!